A délvidéki magyar színjátszás napjának rendezvénysorozata pénteken a Karc Irodalmi Kávéház Sziveri János estjével kezdődik a képzőművészeti találkozóban. Október 28-án hétfőn a Vajdasági Magyar Szerzők 10. felolvasó színházát tartják a Gyermekszínházban. Idén a drámapályázatra minden eddiginél több, összesen 16 művet küldtek be a szerzők. Ebből a 16 munkából nagyon sok fiatal, új szerző írt, ami külön öröm számomra. Kettőt választott ki a bírálóbizottság, aki pedig Gyarmati Kata, az Újvidéki Színház művészeti vezetője, Lőkös Ildikó, a Magyarországi Dramaturg Cég társelnöke, valamint jó magam. Ez a két szöveg pedig Lénárd Róbert Tetkó című munkája, és Barát Katalina Hóhér hazatér című munkája lesz. Október 29-én kedden este az Újvidéki Színház hozza el az Opera Ultima című előadását a szabadkai Jedrán színpadra. Ezt követően gála műsor keretében derül ki, ki kapja idén a Pataki gyűrűt. Idén rendhagyó lesz egy teljesen új formátumot, vagy nem is formátumot, teljesen új stílust kap a Pataki gyűrű. James Bond világát kölcsönözzük, és ebbe a világba fogjuk belehelyezni. Rabowski Csaba színházunk művészének ötletét dicséri. Ez az idei év, ő lesz a rendező, és hát a színházunk művészei lesznek benne. A Pataki gyűrű díjat az elmúlt évad legkiemelkedőbb alakításáért adományozzák. Az idei 5 jelölt, Elor Emina és Balázs Áron az Újvidéki Színház színészei, Mikes Imre Elek a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház művésze, valamint Kalmár Zsuzsa és Mácsai Endre, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának tagjai. A Pannon Televízió a színházi előadást és az azt követő gálaestet élőben közvetíti. A díjátadást a Pannon Rádióban is hallhatják.